Az aranyszegi tanyasi iskolára emlékeztek az egykori tanítók és diákok május 16-án. A találkozó ünnepélyességét emelte annak az emléktáblának az átadása, amelyet az iskola helyén állítottak. Zászlók jelzik az egykori tanyasi iskola helyét. Az intézménybe 1939-től 1971-ig jártak a gyerekek a környező tanyákról. Az évek alatt 448 tanulója és 15 tanítója volt az iskolának. Elég szép emlékek kötnek ide bennünket. Engem is, igaz, hogy én nem sokáig jártam ide, én 53-54-ben, tehát 7-ben, 8-ban jártam ide, de itt kaptam meg azt az indítatást, ami jó volt a középiskolához, és a középiskolából meg úgy tudtam menni az egyetemre. Utána, amikor végeztem, itt dolgoztam végig ebbe a szövetkezetbe, a Búzakalászagrál szövetkezetbe, és itt ide köt minden ehhez a tájhoz, ehhez a környezethez. És nagyon sokan dolgoztak itt a szövetkezetben, azok közül, az emberek közül, akik ebbe az iskolába jártak. És felvetődött már az utóbbi időben, hogy jó lenne egy kis találkozást összehozni, szervezni, és akkor tavaly ősszel, úgy novemberben eldöntöttük egy páron, hogy hozzáfogunk, megszervezzük a találkozót. És ez eddig tartott, és meg is volt minden napnak a munkája. Összetudtuk szerencsére szedni a anyakönyveket, így pontosan tudjuk, hogy kik jártak ebbe az iskolába. 448 gyerek járt ide. Bevettünk mindenkit, aki két napig járt ebbe az iskolába, vagy 8 évig járt. Úgyhogy, és 15 tanító tanított ebbe az iskolába ez alatt az idő alatt. Volt, aki két ciklusba is tanított, tehát 4-5 évig tanított, akkor elment. Valahova más beosztást kapott, és akkor újra visszajött. Akkor van két olyan kedves diákunk, és nagyon nagy segítőnk, aki az iskolába született, ma a szülei itt tanítottak, és azok is hihetetlen lelkesedéssel segítették a munkánkat. Azt tudom mondani, hogy bárhol fordult az ember, mindenütt segítő szándékot tapasztalt, és nem okozott olyan nagyon nagy gondot ennek a megszervezése, csak idő kellett hozzá, meg türelem, kitartás, így ez meg is lett az eredménye. Összesen, akik jelentkeztek, az mostan 130 fő, de ebbe benne vannak a családtagok is, mert azt mondtuk, hogy a családtagját hozza mindenki, vagy hozhatja mindenki. Nekem is itt lesznek az unokáim, gyerekeim, és ők is úgy voltak vele, hogy szeretik ezt a helyet. Többször mondták már, mutasd meg, mám, papa, hogy volt ez. Az iskolában összevont osztályok voltak. Elsőtől negyedikig és ötödiktől nyolcadikig jártak egy osztályba a diákok. Egyik héten délelőtt, másik héten délután. De az első, amikor 58 gyerek járt az iskolába, 39-ben egyedül egy tanító tanította őket. Az volt egy igazi pedagógiai munka. Későbbiekben meg már, hogy egy 60 65-től, 66-tól már a felsős osztályok nem jártak, mert akkor megépült Szoboszlón benne az a tanyai kollégium, oda jártak a gyerekek, és akkor itt már csak az alsók tanulók voltak. És 71 őszén már nem indult osztály. Az egykori diákok azt mondják, hogy az iskola az összevont osztályok ellenére is nagyon jó alapot jelentett a tovább tanuláshoz. Mi addig hallgattunk, míg a nagyobbak tanultak, aztán fordítva. Egyrészt annyiból jó volt, hogy azt is megtanultuk, amit a nagyobbaknak volt a feladatuk. Nagyon-nagyon sok szép emlékem van róla, úgyhogy én a 8. osztályt jártam ott végig, 1957-től 58-ig. Nagyon-nagyon jó kis osztálytársaim voltak, és a tanítóbácsi nagyon-nagyon szigorú volt egy kicsit, de nagyon nagyon tiszteltük is. És amit ott megtanultunk, azt mai napig tudjuk. Kis László, aki engem tanított, minden elismerést megérdemel. Mert olyan szinten tanított meg, hogy a középiskolában se volt semmi gondom. Egyedül orosz nyelvet nem tanultunk, de a többi tárgyból éppen olyan eredményt tudtam elérni, mint akik Debrecenbe jártak, vagy Nyíregyházára jártak, vagy máshova jártak általános iskolába.
Kis László már nem lehetett ott a találkozón és az emléktábla avatón, így az egykori tanító fia emlékezett vissza az aranyszegi tanyasi iskolára. Ifjabb Kis László maga is az intézmény tanulója volt. Nem csak oktatási intézmény volt, egyfajta közösségi központ szerepét is betöltötte, ahová bejárhattak az emberek egy kis beszélgetésre, eszmecserére. A tanító gyakran segített a hivatalos ügyek intézésében, kérvények, beadványok megfogalmazásában, tanácsot adott bizonyos esetekben. A tanyasi ember pedig ezt megbecsülte. A szülők segítettek a tantermek vagy a tanítói lakás kimeszelésében, a tanítói illetményfőn művelésében és számtalan más dologban. A tanterem fűtése a nagy kalor vaskályha után cserépkályhával zajlott, a fűtői feladatokat is gyakran a nagyobb fiúk látták el, ők emiatt jóval korábban jöttek, mint a többiek. Ha nagy sár volt, és az igen gyakran volt, vagy nagy hó, mindig akadt egy szekér vagy egy szán, amivel a tanító és családja be tudott menni a városba. Nagyon mély, életre szóló emberi kapcsolatok alakultak ki. Édesapám nyugdíjazása után egyetlen helyre járt el az istentisztelet mellett, rendszeresen a TS nyugdíjas klubjába. Emberpróbáló volt maga az iskolába való eljutás is. A gyerekeknek gondot okozott az iskolába járás, különösen a havas téli és a sáros őszi-tavaszi időszakban. Akadt, aki több kilométer gyalogolt, majdnem mindenki, az iskoláig, többségük teljes értékű munkáskéz is volt otthon, a jószágok ellátásában, őrzésében, vagy a mezőgazdasági munkákban ugyanúgy részt kellett venniük, mint ahogy a szüleik. A tanító, aki állandó jelleggel ott lakott, tulajdonképpen ugyanezt az életformát folytatta. A pedagógiai tevékenysége mellett jószágokat tartott, kertet, földet művelt, gyümölcsöt termesztett. Az ünnepségen részt vett több egykori tanító is, akiktől megtudtuk, hogy a tanyasi iskola nem csak a diákoknak, hanem nekik is felejthetetlen emlék. Nem tudom kisebb fejezni. Én 20 éves fejjel kerültem ki, 20 éves voltam, amikor idejöttem tanítani, és hát szóval én itt ettől a sok takaros, rendes embertől én olyan sokat tanultam, hogy egész életem meghatározója volt mindaz, amit itt a gyerekektől és a szüleiktől tanultam. Nagyon, nagyon takaros, becsületes, tisztességes emberek voltak. Nagyon szerették a tanítókat, becsülték, tisztelték, és mindenben, amiben csak tudtak, segítségünkre voltak. Mert hát azért csak itt voltunk villany nélkül, minden nélkül, egy lámpával, petrólom lámpával, és hát bizony minden nap szinte beszóltak, minden reggel, hogy megyünk tanítónéni Szoboszlóra, mit hozzunk. Egyetlen kívánságunk volt, petrólomot. Nekünk mindig petrólom kellett, mert ugye hát nagyon korán kellett lámpát gyújtani, és hát sok dolgunk volt, mert 4 osztály tanítottunk, a kolléganőm is, én is. És arra készülni kellett azokra az órákra. És mikor tudtunk? Délután, de nagyon hamar besötétedett, villany nem volt. Egy szál lámpánk volt, másnap reggel azzal kezdődött, hogy tisztítottuk a lámpaüveget, mert tiszta korom volt. Az ünnepség végén a Szász Attila fafaragó művész által készített emléktáblát Takács Tamás lelkész áldotta meg. És azt kívánom, hogy áldja meg azokat, akik az első lépéseiket a hitben és az ismeretben, a tudásban ezen a helyen megtették.